Gyertek, gyertek, folytatjuk. No, szóval akkor folytatjuk a konferenciát. Egy viszonylag rövid blokk következik. Két előadást, két előadást hallhattok. Tarján Anna nemzeti drog az injektáló drogfogyasztás alakulása a tűcsere programok adatainak tükrében, majd Csák jön és ebédszünet, és aztán az ehhez a két előadáshoz kapcsolódó kerekasztal pedig majd az ebédszünet után lesz. Úgyhogy akkor Anna még nincs a teremben. Hol van? Ja, itt van. Igen. Gyere. Akkor belekezdenék az előadásba. Egy kicsit megváltoztattam az előadásom címét, mint ami a programban szerepel, mert hogy nem csak a tűcsere adatokról fogok szűken beszélni, illetve nagyon megtetszett nekem a kerekasztal beszélgetés címe, a fő kérdés, hogy hova tűntek az intravénás szerhasználók mert hogy a következőkben bemutatott adatok alapján egyértelműen ez a kérdés merül fel, hogy hol vannak a azok az intravénes szerhasználók, vagy az a méretű populáció, akit még 14-15 környéken látunk, illetve ugye azokban az években akár a populáció növekedéséről beszéltünk, illetve egyre gyakoribb injektálásról. Az előadásomban először a tűcsereadatok tükrében fogok arról beszélni, hogy az elmúlt években a szolgáltatók mennyire érik el ezt a populációt, vagy akár fordítva is mondhatjuk, hogy a kliensek, szerhasználók mennyire érik el a szolgáltatásokat. Egy hosszabb időszakról fog beszélni, de főleg az utolsó évekre koncentrálva. Kitérek az szerekre, tehát mik a leggyakoribb szerek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos egy-két dia kitérni a hepatitis C, illetve az egyéb kockázati tényezők előfordulására, ezekre a jellemzőkre ennek a szerhasználói populációnak a tekintetében, illetve az előadás végén részben a rendelkezésre álló adatok alapján megpróbálok részben válaszolni arra, hogy hova tűntek az intravénes szerhasználók. Hogyha a fecskendő forgalmi adatokat lehet látni ezen az első ábrán, a 14 előtti időszakról részletesen nem beszélnek, mivel ezt már sok találkozón sokszor átbeszéltük, hogy mi okozta a, kiosztott fecskendők csökkenését egy, egy nagyon nagy mértékű 2011-es emelkedés után. 14 és 15 között zárt be ugye a két legnagyobb budapesti tűcsereprogram, akik a, az országos adatoknak az 52 át adták, tehát a 14 és 15 közötti nagymértékű visszaesés ennek a, főleg ennek a két programnak a bezárásának köszönhető. Amit viszont utána látunk, hogy 15 és 17 között tovább egy konstans folyamatos csökkenést lehet látni a kiosztott fecskendők területén. Ezekben az éveken Években ilyen nagy drasztikus szervezeti változások nem történtek, mint a DPA, a Drogprevenciós Ápítvány és a Kékpont bezárása. Azonban elmondható, hogy kisebb programok tovább szintén leálltak ezekben az években. A nagyobb programok, főleg a főváros tekintetében kapacitás problémákkal küzdöttek, tehát ritkábban voltak nyitva, ami szintén visszavetette a fecskendőforgalmat. De ezzel párhuzamosan megjelent egy másik tényező is, amiről a szolgáltatók beszámolnak, de erről majd az előadásom végén részletesebben fogok beszélni, hogy annak ellenére, hogy nyitva voltak és az elérés nem változott, kevesebb kliens ment le a programokba, vagy ritkábban látogatták a programokat, illetve adott esetben alacsonyabb volt a fecskendő igényük, mint a korábbi években. A kliens adatoknál, tehát itt a felső ábrán az a kliens számot láthatjuk a kék oszloppal, illetve a piros vonal a találkozási alkalmakat jelöli, tehát hogy hányszor látogatták egy adott évben a kliensek a programokat. És ez fontos azt gondolom együtt kezelni a fecskendő adatokkal, mert 11 és 14 között ugye a fecskendő forgalom az, az volt az első csökkenési hullám, azonban 11 és 14 között a kliens adatok ezzel egy teljesen ellentétes irány mutattak, tehát annak ellenére, hogy kevesebb fecskendőt tudtak beszerezni a programokban, sokkal gyakrabban és sokkal többen kezdtek el járni egyébként a csökkenés, tehát 12-től kezdődően. Ami azt gondolom, hogy egyértelműen jelzi azt, hogy, hogy tett magát az igényt a fecskendőkre. 14 és 15 között, amikor ugye a két nagy program bezárt, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ezer fővel ért el kevesebbet ez a szolgáltatás, tehát ezer fő esett ki a számadatok alapján a tűcsere szolgáltatásból, és 15 és 17 között pedig egy további és viszonylag meredek csökkenést láthatunk. Tehát gyakorlatilag a 2014-ben mért 4400 kliens helyet, 2017-ben már csak kb. 2000 kliens járt tűcsere szolgáltatásba, ami azt gondolom, hogy amellett, hogy nyilván van ennek egy szervezeti oka, hogy továbbra sem működnek ideálisan a tűcsere programok Magyarországon, mert azt is jelezheti, hogy valóban kevesebb kliens látogatja ezeket a programokat, és lehet, hogy tényleg alacsonyabb a fecskendő igényük. Az alsó ábra pedig az új, az adott évben regisztrált új klienseket mutatja, ami szintén ezt a trendet támasztja rá, hogy még 2013-ban és 2014-ben a szervezetek közel 2000 új klienst, új belépőt a rendszerbe regisztráltak évente, addig 2017-ben ez a szám csak 594 fő volt. Azt gondolom, hogy fontos megnézni Budapest és vidékbontásban is az adatokat, mivel az jól látható a két ábrán. A felső az a fecskendő forgalmat mutatja, még az alsó a kliens forgalmat, hogy a budapesti adatok, illetve trendek uralják ugye abszolút az országos trendeket. Gyakorlatilag a 80-90 még a két nagy program kiesése után is a budapesti adatok teszik ki az országos forgalomnak. A fecskendők tekintetében mind a vidéki városokban, mind Budapesten csökkenés érhető tetten 14 után. Nyilván ugye Budapesten volt ez a nagyon meredek visszaesés 14 és 15 között, de nyilván a vidéki városokban ez egy sokkal enyhébb csökkenés, mint Budapesten. Azonban, hogyha kliens adatokat választjuk szét ugyanígy, akkor viszont ellentétes trendeket láthatunk Budapest és vidék viszonylatában. Tehát Budapesten nagyon meredeken csökkent a kliensek száma, amit ugye az országos adatokban is látunk, viszont vidéken ez nem mondható, a vidéki városokban nem mondható el. Ott stagnált, illetve akár mondhatjuk, hogy nagyon enyhén emelkedett is az elmúlt két évben a tűcserébe járó kliensek száma ami azt gondolom két több dolgot is, de két dolgot emelnék, ki, amit jelenthet. Egyrészt, hogy, hogy vidéken ezért még mindig jobban tudnak működni ezek a programok, jobb az elérése ennek a populációnak, de azt is feltételezhet, ugye később a mintázati változásokról, mert fogok az előadás végén beszélni, hogy, hogy a budapesti mintázatok azért kicsit elcsúszva jelennek meg vidéken. Ezt egyébként sok szervezet így az évek alatt folyamatosan jelezte, hogy ami Budapesten megjelenik, az pár év és egy-két év késéssel jelenik meg vidéken. Szerek tekintetében túl sok újdonságot nem tudok elmondani. Gyakorlatilag amióta az UPS robbanás megtörtént az intraménes szerhasználók körében, ugye 10-11 körül, azóta ezek a szerek, esetünkben a szintetikus katinonok uralják az injektált szereknek a palettáját. 2015-ben tetőzött ez a prevalencia érték, amikor a klienseknek a 80%-a vallotta azt, hogy elsődlegesen valamilyen új psziaktív szert injektál. És gyakorlatilag 15 után egy tagnálást, hogy egy valamelyest egy mérséklődést láthatunk az adatokba, de semmiképp nem említésre méltó az, hogy mondjuk a klasszikus szerekhez visszamozdulnának a, a kliensek injektálás tekintetében. Azonban, amit szeretnék, mint limitációt ez az adathoz, vagy ábrához hozzáfűzni, hogy ez az adatbázis csak az elsődlegesen injektált szert tükrözi, tehát nem az elsődlegesen használt szerét a klienseknek, tehát például mondjuk egy, egy elsősorban herbászió, aki néha katinon szúr, ő nem jelenik itt meg, vagy ez a mintázatot nem tudjuk kimutatni ezzel az adatbázissal. Illetve a másik limitációja az, hogy gyakorlatilag ugye, amit a kliens adatoknál látunk, hogy 2015 óta egyre szűkebb populációra látunk rá szerhasználati mintázatokat tekintve a tűcsere adatokon keresztül. A a hatóanyag tartalomra vonatkozó információt pedig csak azért hoztam ide, hogy gyakorlatilag továbbra is érvényes ez a trend, hogy a leggyakoribb utcai név, a, szintetikus katinakra vonatkozó utcai név, ez a kristály, ami gyakorlatilag ugye 2012-ben a Pentedron Pentedronnal kezdődött Penta, Penta Kristály, Kristály néven, és Attól, hogy a háttérben a hatóanyagok ugye folyamatosan változnak. A kristály név maradt a leggyakoribb utcai név. 2016 illetve 17-ben egy különböző vizsgálatok, például az Etil Hexedront hoztak el leggyakoribb katinonnak, amit a fecskendőkben találtak ezek a vizsgálatok. És mielőtt arra térnénk rá, hogy hova tűntek a kliensek, illetve az intravenilszer használók, azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, hogy kik azok, akik, vagy milyen jellemzőket bír az a populáció, akire egyre kevesebb a rálátásunk. Ugye ezt jól tudják a legtöbben, hogy 11 és 14 között a hepatitis C prevalencia duplájára nőtt ebben a populációban és 15-ben is a budapesti adatokat ott már nem tartottuk összehasonlíthatónak az előző évekhez képest, hogy a két legnagyobb szűrőhelyszín, mint tűcsere kiesett az adat felvételből, viszont vidéken, ahol meg összehasonlíthatóak maradtak az adatok, ott további növekedés volt mérhető 2015-ben is a hepatitis C tekintetében. És hogyha kiemeljük a 14-es évet, amikor azt gondolom, hogy a legjobb tehát ugye akkor még a két nagy program is működött, tehát talán addig volt a legjobb az elérés monitoring szempontból erre a populációra nézve, és csak ez az ábra, itt elég sok info van, de megpróbálom összefoglalni, hogy mi a lényeg belőle, tehát ezek az adatok csak az aktív injektálókra vonatkoznak ebből a nagy vizsgálatból, akik az elmúlt hónapban is, akkor az elmúlt hónapban injektáltak valamilyen szert, és a különböző kockázati tényezőket, illetve a hepatitis c szerti szerinti bontásban is megvizsgáltuk, és amit találtunk, hogy az UPS, tehát az új szereket inyektek, akik ugye a legtöbben voltak, illetve a adatok alapján gyakorlatilag a populáció nagy részét ők tették ki ezekben az években. Azt találtuk, hogy szignifikánsan magasabb minden változó, és önmagában is nagyon jelentősen magas értékeket mértünk. A hepatitis C például az aktív új szereket körében 74% volt 2014-ben minden második személy megosztotta a fecskendőjét az elmúlt hónapban valakivel az innyktelsegéd megosztás még gyakori volt, illetve kiemelném azt is, hogy a fogvatartás, a hajléktalanság, illetve a a szexuális élete összefüggő magatartások is nagyon gyakoriak voltak körükben, ugye ami népegészségügyi szempontból azt is jelenti, hogy ez a populáció összeér más rizikócsoportokkal. És hozzátenném még azt, hogy, hogy ők voltak a legfiatalabb ö, csoport és a legrövidebb idő óta injektáló csoport, mégis a körükben volt a legmagasabb ugye, a hepatitis C fertőzöttség, ami abszolút egy rapid terjedésre utal ebben az időszakban. Tehát, hogy amikor gondolkozunk arra, hogy hova tűntek a szerhasználók, akkor fontos ezt is fejben tartani, hogy ők azok, akiket viszonylag látótéren kívül elő tévesztettünk, vagy vesztettünk az elmúlt években. És hogy hova tűntek, hát sajnos a rutin adatokból túl sok információnk nincs, tehát amit itt a következő két pont, amit... Majd bemutatok, ez főleg kvalitatív típusú vizsgálatokból származik, tehát a fő források a válaszok tekintetében egyrészt a szervezetek szolgáltatóknak az éves visszajelzései, amikor a számadatokat bekérjük, akkor egy ilyen kvalitatívabb információcsomagot is mindig kérünk tőlük. Illetve 2018-ban, a 17-18-as évre vonatkoztatva, a Nemzeti Drogfókuszpont megrendelésére Kaló Zsuzsa és munkatársai végeztek egy fókuszcsoportos módszertannal készült kutatást, ami több szintéren vizsgálta az, az új szereknek az elterjedtségét, vagy jelenlegi helyzetét, és az egyik ilyen csoport az intravénás szerhasználatra vonatkozott, tehát onnan vannak ezek az információk. És két fő megállapítást lehet tenni. Az egyik, amit a szolgáltatók, vagyis a terepen dolgozók jeleztek, hogy az elmúlt években, tehát itt a 15 utáni időszakra gondolva, Sokkal rejtőzködőbb lett ez a szerhasználói csoport, és sokkal nagyobb az a, tehát növekszik az a populáció, akire nem látunk már rá. Egyrészt háttérokoknak itt megnevezték azt, hogy a növekvő kontroll, rendőrségi jelenlét, illetve a szigorúbb jogi környezet, amit megneveztek, mint indokok, emiatt kevesebben látogatják a tűcsereprogramokat, gyakorlatilag nem ritkában akarják vállalni ezt a kockázatot, hogy fecskendővel a zsebükben mászkálnak. Amit már említettem korábban, ami szintén a, kisebb rálátást eredményezi, hogy több kisebb program nem is annyira kicsi, főleg a fővárosban leállt, illetve, bocsánat, illetve kapacitás hiányokkal küzdöttek az elmúlt években, tehát ami egy ilyen hektikusabb nyitvatartást eredményezett, ami szintén visszavetette az odajáró kliensek számát. A szervezetek azt is elmondták, hogy a klientúrában is megfigyelhető egy változás az elmúlt években a régi hosszú évek óta oda járó kliens csoportoknak egy része eltűnt, és helyette egy ilyen gyorsan cserélődő klientúra jelent meg, úgynevezett polyups használók, akik jellemzően alacsonyabb szociális státuszú szerhasználók. Illetve egy-egy szervezet arról is beszámolt meg itt a 15 utáni időszakban, hogy feltételezhetően növekszik a gyógyszertári fecskendőbeszerzés, ami miatt szintén kevesebb kliens jelenhet meg a programokban. 2015-ben egyébként az oek vizsgálatban, tehát ami a hepatitis c is mérte, rákérdeztünk az aktív injektálók körében, hogy az elmúlt négy hétben vásároltak egy gyógyszertárban fecskendőt, és 2015-ben 67%-uk mondta azt, hogy amellett, hogy egyébként tűcserébe is járnak, gyógyszertárban is vásárolnak fecskendőt, ez 14-ben még csak 58% volt illetve egy friss tapasztalat arra nézve, hogy rejtőzködőbb, illetve nehezebben elérhető ez a populáció. Jelenleg zajlik egyébként egy... Adatgyűjtés, egy vizsgálata ebben az intravénes szárhasználók körében, kicsit így a régi OEKS hepatitis C-hív prevalencia vizsgálat módszertanára építve, és nagyon jól mutatja az elérési nehézséget az, amit tapasztaltunk itt a toborzás során, mert hogy ezt a vizsgálatot tűcserék alacsony küszöbű helyszíneken indítottuk. Tehát, hogy most is ott zajlik, de 2016-ban terveztük elindítani, de két éve csúszott a kezdés. És gyakorlatilag 2016-ban egy 600 fős mintát terveztünk, és leosztottuk az elemszámokat a szervezetek között, amit nyilván ők leokéztettek, hogy igen, ezt tudják vállalni és most 18-ban, amit látunk, hogy gyakorlatilag Budapest nem tudja behozni ezt a budapesti szervezetek, nem tudják teljesíteni ezt az elemszámot, a, tervezett budapesti mintaszámnak csak a fele érkezett be, vagy fog beérkezni, így most már nagyjából látjuk a végét, illetve a vidéki városok esetében pedig az mondható, hogy ők megduplázták a tervezett elemszámot, tehát ez is egy kicsit jól szemlélteti a budapesti vidéki kontrasztot az elérés tekintetében. De a másik kérdés, illetve a másik magyarázat, hogy, hogy hányan vannak, vagy tehát hogy hogy alakult ez az intravénel használói mintázat az elmúlt ö, években. Ö, és mekkora az a populáció, akit igazából ugye el kéne érni, mert hogy a, a szervezetek beszámolói alapján itt az elmúlt két-három évre gondolva új mintázatok ö, jelentek meg, feltétlenül kevesebb ö, az injektálás, összehasonlítva ugyan a katinonos nagy ö, injektálói 10-15 között zajló korszakhoz képest, és emiatt lehet, hogy alacsonyabb ugye a fecskendő igény is. Ö, a fő megállapítások, amik ezekből a forrásokból kiemelhetőek, az az, hogy növekszik, vagy akár nem is növekszik, hanem nagyon nagy mértékű ugye, a, szintetikus kanabinoid használat, illetve elszíves formájában az intravénes szárhasználó körében. Gyakorlatilag a kliensek időszakosan váltogatják a két a szereket, illetve a beviteli módot, vagy teljesen átállnak a herbál szívásra. A másik mintázat, amit fontos kiemelni, hogy több szervezet jelezte, illetve ezt a TDI kezelésigényindikátor adatokban is alá tudtuk támasztani azt, hogy, növekszik, egyre gyakoribbá válik más beviteli módok alkalmazása az szerek esetében. Itt ugye elsősorban a fóliázásra kell gondolni. Tehát alapvetően összegezve a, a szervezetek visszajelzéseit az elmúlt, év, elmúlt két-három Négy évre akár már visszatekintve az mondható el, hogy akik korábban elsődlegesen injektáló szerhasználók voltak, egyre inkább jellemezhetők azzal, hogy polidrog használók és szereket, illetve beviteli módokat ö, váltogatnak folyamatosan. De azt gondolom, hogy majd a kerekasztalban, a terepen dolgozók, akik erről még többet és sokkal többet tudnak, ö, vissza fognak térni erre a megállapításra. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen. Van esetleg ehhez gyors kérdés? Nem nincs. Egyébként csak annyi, ne... mi nekünk most volt egy ilyen programunk az indítom belül, hogy a Dél-Dunántúli rehabokat aztán kicsit kiterjesztve elkezdtük leszűrni, és leszűrtük a Baranya megyei gyermekvédelmi szakellátás összes intézményével lévő gyereket, és nulla darab hepatitis C-s lett, ami azt jelenti, ezek a gyerekek használnak drogokat, de design drogot használnak, főleg szívnak. A rehabokban meg érdekes módon ott is egyre kevesebb az intravénás használó. Tehát tényleg a, a rizikocsoportok között voltak cések, kb. 50%-ban, de egyébként viszonylag kevés volt a rehabokba kerülő ilyesfajta rizikocsoportban lévő. Tehát hogy ez is kicsit alakul át. Ákos? Anna, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ugye ez nagyon fontos lenne tudni, hogy mennyiben a a mozgó adatok, vagy változó adatok mennyiben tulajdonítatok a, a, szerfogyasztási mintázatok változásának, vagy éppen a politikai, szakpolitikai környezet változásának. Nekünk nyilván ez lenne a legfontosabb kérdés, hogy ez egy viszonylag jó kontrollcsoportunk van, Magyarországnak van egy jó kontrollcsoportja a Cseh köztársaság vonatkozásában, mert hogy ott viszonylag hasonló szerfogyasztási mintázatok mellett most már 30-szoros tű csere adatok vannak, tehát 30 -szor. Akkor ak alábecsültem, bocsánat, tehát 40-szeres. Tehát, hogy ezért érdekes lenne tudni, hogy, hogy végeztek valami ilyesmi ilyen összehasonlító gondolkodás, hogy valami, vajon minek tudható be, ilyen értemben ez, ez a tényleg elképesztő nagy különbség a két ország, egyrészt a másrészt pedig a tűcsereforgalmi adatai között. Hát, a kényelmetlen kérdés, bocsánatot kérek, érte. Hát azt gondolom, hogy így az előadáson már próbáltam kitérni, hogy ugye 11 és 14 között, tehát abszolút mindig két tényező volt megfigyelt, már mint a mi esetünkben. Ugye 11 és 14 között, 11-ben 650 ezer fecskendő került nagyjából kiosztásra Magyarországon, gyakorlatilag az volt a csúcs eddig. Eh, ahhoz képest ugye 17-ben 138 ezer, tehát hogy nagyon nagy mértékű volt a csökkenés. 11 és 14 között azt gondolom, hogy ugye a HCV emelkedés két dolognak volt köszönhető. Egyrészt, hogy nálunk ez a katinon injektálás, ez nagyon beragadt ebbe a populációba sehol, úgy, mint más országokban, tehát ebben abszolút egyediek vagyunk, mert máshol is megjelent a katinon, de nem öltött ekkora mértéket, meg nem tudott ideig megnőni. A prevalencia érték, tehát ott az UPS illetve párhuzamosan ugye a ezt láthattuk az adatokból, hogy a finanszírozás csökkenése miatt programok zártak be ott ugye 12 környékén, vagy sokkal kisebb kapacitással tudtak működni, limitálták a fecskendőt, tehát nem hiszem, hogy például Csehországban kellett ilyen szabályozást hozni, tehát ott azt gondolom, hogy az igényt lekövette a szolgáltatás. Viszont itt az utóbbi évekre azt gondolom, hogy hogy elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a szervasználók a maguk magyar ártamcsökkentést végeztek azáltal, hogy átálltak az injektálásról a, a szívesen nagy mértékben. terén, egyébként ebbe a mozzaló kutatásba rákérdezünk erre a polidrog használatra, ha szóval okosabbak leszünk egy pár hónap múlva ebben a témában ilyen kvantitatív adatok tekintetében. De hogy azt gondolom, hogy az elmúlt években nyilván a programok, továbbra sem tudnak jól működni, meg ugye a két legnagyobb bázis az bezárt, de azt gondolom, hogy emellett a mintázati változások miatt tényleg valószínűsíthetően kevesebb az injektár, kevesebb a fecskendő igény. Tehát, hogy most összeesült a Csehország, én azt gondolom, hogy ott az igényt követte a ford. A... Még egy mondatot, szabadna Még egy mondatot szabad a szabad, csak kiegészítésképpen, és semmiképpen sem kritikaként, akkor, hogy hova tűntek, című képhez, hogy rejtőzködő szerfogyasztói csoportokról volt szó. Talán annyiban kiegészítem, hogy lehet, hogy errejtett szerfogyasztói csoportokról van szó. Tehát, hogy az a probléma, annak kivonul egy szolgáltatás, azok nem, rejtőzköd... nem azért nem jelennek meg, mert ők maguk rejtőzködni akarnak, hiszen kiderült József Fárosból, nagyon szívesen megjelennek a kezelésben, hanem őket rejti el a rendszer. Igen, én ezt a rejtőzködő szót inkább így a monitoring szempontjából értettem, hogy kevesebb a, a, igen, a rálátás. De egyébként ugye azt is mondták a, a szervezetek, ezt többen jelezték, hogy, hogy egyszerűen nem mennek, vagy nem a, a hatósági kontroll emelkedése miatt, viszont nem mennek tényleg olyan gyakran tűcsereprogramokba. Oké, okay, köszönjük szépen, és akkor Csák Robit kérem, hogy a budapesti adatokról beszéljen. Üdvözlök mindenkit! Yeah. Üdvözlök mindenkit, Csák Robert vagyok, és egy olyan kutatásról fogok beszélni, amit a Jogriporter Alapítvány finanszírozott meg, az ő megbízásából csináltuk. És itt igazából két városban történt a vizsgálat, Belgrádban és Budapesten itt még fogok beszélni egy kicsit a kontextusról, meg a módszertanról, kicsit ilyen iskolásan végigkövetve egy, egy a, 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 dolgokat. És ami ebben fontos volt, hogy mind a két városban nagyjából hasonló a helyzet, megszűntek a korábban működő szolgáltatások. Tehát a budapesti helyzetet azt hiszem mindenki ismeri, hogy hogyan alakult, Anna is beszélt erről az előbb, és Belgrádban is hasonló módon szűntek meg a programok, ott, ott sokkal durvább volt a csökkenés abból a szempontból, hogy az országban működő, nem tudom, négy tűcsréből három megszűnt, tehát, hogy eleve ö, ott, ott gyakorlatilag a lefedettség a ártalomcsökkentő szolgáltatásokkal és szárazszámokkal, az, az gyakorlatilag nulla ö, jelen pillanatban. Ö, és a, a, miért ezt a, a, az idézetet odaraktam, az csak, hogy itt a, a Ugye azt, azt írták le, ez már húsz évvel ezelőtt világos volt ennek a, egy ilyen típusú nem tudom, csökkenésnek a, a, a következménye. Tehát én azt jelenti, hogy, hogy az, az a típusú nem tudom, moralizáló nem tudom, paranóia a tűcserékkel kapcsolatban, ami korlátozza a hozzáférést, az azzal fog járni, hogy a steril felszerelés az egy szűkös erőforrás lesz, ami miatt a szerhasználók többet fogják megosztani az eszközöket. Szóval, hogy ez nem egy meglepő folyamat, ami zajlik, csak gyakorlatilag mi most élőben tapasztalhattuk meg a, kutatásban ezt az úgynevezett respondent driven samplinget használtuk, ami, aminek a lényege az, hogy, hogy ezeket a, a nehezen elérhető szerhasználó csoportokat lehet megtalálni ezzel a módszerrel, annyival több, mint egy ilyen hólabda megkeresés, hogy, hogy sorszámozott kuponokat kap minden, mindenki és egymást szervezik be, és mivel mindenkinek van egy saját sorszáma, ezért nagyon pontosan követhető ez a, ez a, a hálózat, ez a gyökérszerű hálózat, ahogy ez alakul, és elméletileg ez a módszer hasonló hasonló elérést tud produkálni, mintha egy véletlenszerű, mint a Csináltuk volna a kutatást, tehát reprezentatív arra a populációra, amit vizsgálunk, és amit mi vizsgáltunk itt, azok a volt kliensei ezeknek a megszűnt programoknak. Budapesten konkrétan a kékpont, tehát a 8. kerületben működő kékpont volt klienseit akartuk megtalálni. És amit egyébként az eléréssel kapcsolatban, vagy a hova tűntek kérdése kapcsolatban, azért érdemes elmondani, hogy, hogy 150-et terveztünk eredetileg, de hogy ezt nem tudtuk elérni az alatt a nagyon sok hónap alatt, úgyhogy úgy, itt tehát pénzt is kaptak konkrétan, tehát mindenki, aki kizöltötte a kérdőjét kapott 1000 forintot, és hogyha beszervezett valakit, azért még 500 forintot kapott, tehát ami ebben a, Ebben a a, a, a klienskörben, ebben a populációban azért ez ez nem rossz pénz, tehát összesen 2500 forintot kereshettek ezzel a dologgal, tehát hogy volt, volt benne egy ilyen motiváció, és ennek ellenére nagyon-nagyon nehezen ö, jött, jött össze, nem tudom, összesen százan 100, 100 kerültek be a vizsgálatba. Na, a, a, a Népligetben ö, volt a bázisunk, itt a, a Baptista szeretett szolgált mobil tűcsérét használtuk. Ö, de hogy, hogy hát ez is heti, heti három nap volt akkor, amikor, amikor csináltuk az adatfelvételt, de hát ez volt a legközelebbi olyan szolgáltatás, ahol ez a klienskör járt, úgyhogy innen indult ki a vizsgálat, de nem csak olyanok kerültek bele, akik, akik ezt a programot használták egyébként, hanem a feltétel az volt, hogy járt a kékpontba, és az elmúlt egy évben szúrt legalább egyszer. uh yeah. Nos, ami, ami egyébként fogok beszélni a, a két város összehasonlítására, csak azért, hogy látszódjon, hogy milyen különbségek lehetnek ebben a populációban, illetve hogy, hogy ö, ö, szerintem érdekes összevetni azzal, hogy mi, mi az, ami tényleg budapesti ö, sajátosság. Egyébként így a nemek arányában, a, az életkorban, illetve így a munkaerőpiaci pozícióban nagyjából hasonló volt a két ö, populáció, tehát akik ö, egyébként marginalizált hátrányos helyzetű intravénás szerhasználók köre volt mind a két városban. Belgrádon valamivel magasabb iskolai végzettségűek voltak, akik a kutatásba bekerültek, de egyébként a többi demográfiai mutatóban hasonló volt a két. Megvizsgáltuk a szerhasználatot, arra is rákérdeztünk. Itt a, a, ami, ami szerintem érdekes Különbség. Ez itt az életprevalencia, ezért itt látszik, hogy nálunk az új pszichoaktív szerek sokkal népszerűbbek, illetve a, a, a heroin viszont sokkal kevésbé. Tehát a Belgrád, ez egy klasszikus, eh, hagyományos, nem mondható eh, heroin használó populáció, és ez Budapesten pedig más, és ez sokkal erőteljesebben látszik, hogyha a rendszeres használatot, tehát azt, amit majdnem minden nap használnak, tehát itt azért látszik, hogy a cigi az minden két helyen ott van, viszont ugye a, a, a Belgrádban főként a heroin, illetve itt még azért az egyébet is érdemes hozzárakni, mert az, az egyéb ebben az esetben az döntően metadon szó volt, tehát hogy valami opiát, szubstitúciós ö, anyagot jelentett. És hát ö, a, a budapesti mint nem van pedig, amit egyébként a tűcséradatok is mutatnak már évek óta, tehát a heroin egyetlen valamennyi nyomfető, de főleg döntő részben a, ezt a, a kristály nevű szintetikus katinont használják. Viszont kicsit előre előreutalva a majdnem remények, tehát azért látszik, hogy a, a, a kannabinoidok, tehát a biózás is erősen jelen van. Tehát, amit Annette is mondtál, tehát, hogy, hogy és sokan, sokan szívnak, vagy sokaknál lehet ilyen polidrog használat. a fő kérdés itt az ártalom csökkentő szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Itt elég sok szolgáltatást kérdeztünk rá, azért ezt nem raktam föl mindent, mert nagyon átláthatatlan lenne. A, ami, amit a narancsárga jelöli a mostani elérést, ez most hozzáfér, és ez a, a drappos színű pedig azt, amit használt a bezárt tűcserében. És itt minden egyes ártalom csökkentő szolgáltatásnál csökkent a hozzáférés, tehát hogy, hogy kevesebben jutnak steril vecskendőhöz, steril felszereléshez, kevesebben tudnak cserét, tehát ez azt jelenti, hogy a használt eszközök elhelyezése is kevésbé van módjuk, és általában ezek a típusú szolgáltatások mind... mind csökkentek, és amit talán itt érdemes azért hozzátenni, hogy még, még a bezárt cserére vonatkozott a kérdés, az, hogy jelenleg mit vesznek igénybe, az akár több szolgáltatásra is vonatkozott. Tehát igazából azért ebbe azt is, itt azt is hozzá kell tenni, vagy hozzá kell gondolni, hogy itt nekik több helyre kell elmenniük, hogy elérjék ugyanazokat, de még így sem tudja a jelenlegi ellátórendszer pótolni azt a szolgáltatást, ami ott helyben számukra sokkal könnyebben elérhető volt. Belgrádban egyébként még, még, még durvább a csökkenés, és ez csak azért minden, mert egyébként ez azért jelzi, hogy hogy még az a minimális elérés is azért nagyon fontos ártalomcsökkentő szolgáltatást, vagy nagyon fontos az a, az a kicsi elérés is, nagyon jelentősen tudja növelni a, a, a hozzáférést, mert azért látszik, hogy például a cserére a használt kívül konkrétan nincsen Belgrádban már lehetőségük, ami azért közegészségügyi szempontból, vagy népegészségügyi szempontból azért nagyon, nagyon súlyos ö, problémát jelez. De ami, ami szerintem nagyon fontos, és itt a másik, ne rákérdeztünk, ami nem közvetlenül szerhasználathoz, vagy nem ártalom csökkentéshez kapcsolódó szolgáltatás, hogy például beszélgetni szocmunkásokkal, tehát hogy csak így általánosan valam konzultálni, vagy, 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 ilyen adhok jelleggel beszélgetni kell hétköznapi dolgokról, vagy, vagy egy olyan egyszerű dolog, hogy csak ücsörögni valahol egy kicsit megpihenni, hogy ezekhez a, ezekhez a szolgáltatásokhoz is kevésbé férnek hozzá, ami, ami Egyébként, hogy mondjam, ebben a marginalizált populációban az különösen nagy, nagy probléma, különösen fontos, hogy hogy nagyon kevés kapcsolatuk van az ellátórendszerrel általában, tehát a, a szociális vagy egészségügyében mármilyen szinten ö, ö, nagyon nagy hátrányban vannak, vagy nagyon kevés őket, és még az e, ennek a programnak a megszünésével még az ilyen nagyon-nagyon egyszerű szolgáltatásokhoz is kevésbé férnek hozzá, mint hogy tudjanak valakivel beszélgetni egy kicsit, vagy valahol megpihenni, ö, ö, vagy, vagy ücsörögni. De egyébként csökkent ugyanúgy a segítség a más szerhasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, szóval amit azért szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy az ártalom vagy az alacsony küszöbű szolgáltatások jelentik a belépést a, 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 magasabb küszöbű szolgáltatásokhoz, az, az is így visszaigazolódni látszik ezekből az adatokból, mert hogy, mert hogy az is szignifikánsan kevesebben férnek hozzá az olyan típusú szolgáltatásokhoz, ahonnan bekerülhetnek esetleg a rehabokra. Tehát ami még a korábbi szünet előtt volt szóról, hogy a tin rehabokról, tehát azért, hogyha, hogyha ugye ott is elhangzott ez, tehát hogyha nincs, nincs, meg az oda vezető út, akkor nagyon nehéz feltölteni a rehabokat, szóval, hogy ez egy ilyen, egy ilyen kicsi vizsgálatból is azért ez látszik. A csajnapot érdemes megemlíteni, mert ezért ez a szolgáltatás nagyon hiányzik, tehát a kifejezetten nőknek szóló speciális szolgáltatás az volt ugye a képpontnál, és az, az is nagyon drasztikusan csökkent, tehát hogy az elején azt mutatom is, tehát ugye itt az egyharmada volt körülbelül a megkérdezettek nő, a nő és ugye ők mind jártak ebbe a, ebbe a programba, és ahhoz képest most egy-két válaszadó volt, aki azt mondta, hogy valamilyen típusú női programot elér még jelenleg is. És ez egyébként a belgrádi adatokból is kijött pontosan ugyanez, tehát hogy ezeket a nagyon egyszerű szolgáltatásokat is sokkal kevésbé tudják elérni. A, a, a kliensek, hogyha, hogyha megszűnik az, a, az az ártalomcsökkentő program, ahova ők járnak, a, 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 ahova bizalommal fordulhatnak az ott, ott lévők szóval, hogy ez ö, tényleg ö, kritikus tud lenni egy ilyen ö, kliens életében, hogyha megszűnik ez a program. Rákérdeztünk arra is, hogy honnan szerzik be a, a steril eszközöket ö, ö, jelenleg. Az elmúlt egy évben, és uh, itt is azért a, azért érdemes a belgrádi és budapesti azokat nézni, hogy még az a nagyon kicsi lefedettség, ami maradt Budapesten, az is nagyon sokat jelent. Tehát, hogyha megnézzük egy olyan városban, ahol nincs, ott, ott, uh, ott gyakorlatilag mindenki csak és kizárólag a Patikába tud eljutni, és egyébként ezek szintén visszautalni, tehát hogy ne, ez, az itt, itt is látszik, hogy a Patika az egy nagyon fontos. Uh, uh, hely a, 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 tűk beszerzése szempontjából. Ö, és egyébként talán a budapesti adatokkal kapcsolatban azért azt elmondani, hogy azért az elmúlt egy legalább egy alkalommal szerzett szúráshoz szükséges felszerelést ö, rendes tűcseréből, vagy a dílernél pénzért, vagy kapta valakitől, hogy ezek így a, a, a hasonló arányban vannak. Ezért szerintem ez, ez, ö, hát ez Szóval ez, ez, nagyon elkeserítő, legalábbis én ezt annak látom. De ha megnézzük azt, hogy, hogy, a gyakran, vagy, hogy, honnan szereztek gyakran vagy rendszeresen ilyen felszerzést, akkor sokkal egyértelműbben látszik az, hogy mennyire előre került a patika, a patikában való vásárlás tehát az, az vezetít arányaimon ezeket a különböző szolgáltatókat. Tehát még a mobil tűcsere programot is kevesebben használják a, 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 felszerelés beszerzésére, mint, mint, a patikát, úgy, hogy maga az adatfelvétel helyszíne egyébként egy mobil tűcsere program volt. Ami azért... Bár a módszer azt mondja, hogy, hogy ez a, a teljes populációt feltétlenül, azért mégis, mégis azért szerintem az azt érdemes megemlíteni, hogy, hogy ez, azért közel vannak egy mobiltűcsere programhoz, vagy közelebb. Ö, igen, és azért itt is a, a díl, tehát hogy, hogy, hogy még a, ebben is a díler és a fix telephelyű tűcsere, azért nagyon közel van egymáshoz. Ö, szóval, hogy ez, ez, ez a típusú csökkenés az, az ilyen következményekkel is jár. Ö, Szintén egybecseng az előző adatokkal, hogy, hogy ebben a populációban régen a, a, kékpont használták. Ö, körülbelül ötödük az, az már nem, nem, volt aktív intravénes szerhasználó, amit itt úgy definiáltunk, hogy az elmúlt négy hétben is szúrt el. Ami látszik, hogy egyébként egy, egy itteni sajátosság, mert, mert, hogy Belgrádban, ahol ugyanúgy megszűnt az, az összes, ugyanúgy megszűnt az, el, az ellátás, ott, ott, nem tértek át a, 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 az intravénás szerhasználatról. Ilyen mértében ott gyakorlatilag mindenki ugyanúgy aktív intravénás szerhasználó, még, még itt Budapesten ebben a populációban ez, ez, csökkent, és van egy jelentős arány, aki, aki már nem szúr, ő pedig, ö, hát itt ö, én inkább úgy látom, hogy így a, 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 a válaszadókkal, ahogy beszélgettem, tehát ők inkább inkább az van, hogy, hogy ezt a biót szívják, tehát nem az van, hogy akkor, akkor fóliáznak, hanem nekem úgy tűnt, hogy inkább ez a, a, a átállnak. Ö, a kockázati magatartásokkal kapcsolatban néztük azt, hogy például hányszor használták a tűt, amit adoptak itt is azért látszik a különbség abban, hogyha semmi, egyáltalán nincs semmilyen hozzáférés, ártam csak egy valami van, tehát amíg Budapesten átlagosan kétszer használtak egy tűt, ez Belgrádban három, amit milyen szignifikáns eltérés volt, viszont ezzel szemben uh, Budapesten több emberrel osztják meg a felszerelést. Tehát, hogy uh, ami, ami szintén lehet egy uh, sajátossága ennek a populációnak, uh, mert uh, mennyiben uh, itt uh, uh, hát egy ilyen sokkal sűrűbb közösségi állom, vagy sokkal inkább együtt uh, uh, anyagoznak úgy tűnik, majd lehet ez lehet egy ilyen magyarázat. Ö, és abban itt igazából talán azt, azt érdemes megnézni, hogy többféle kockázati magatartásra rákérdeztünk, hogy, hogy használt tűből kapott tűanyagot a saját tűjében, majd lesz a következő szlájnokon, ezeket így részletesen bemutatom majd, de hogy, hogy, hogy azok, akik egyiket sem egyik ilyen, ilyen intravénás használatra vonatkozó kockázati magatartás sem gyakorolták az elmúlt ö, hat hónapban, az, 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 az itt 32 százalék, tehát azt jelenti, hogy a kétharmaduk valamilyen típusú ö, kockázati magatartásokat, az, ami, tehát azért hogy mondjam, közegészségügy vagy egyetlen és szempontból azért az lenne az ideális, hogy, hogy, ha senki egyetlen egy ilyen eszközmegosztást sem végezne, de hogy ez, ez nagyjából egy harmada a, a, budapesti mintánknak. A Belgrádban viszont ez 90 százalék volt gyakorlatilag, akik valamilyen módon, tehát alig több, mint 10 uk mondta, hogy, hogy egyáltalán semmilyen eszközmegosztást nem végzett az elmúlt fél évben. És akkor itt vannak felsorolva, a, a, a amikre rákérdeztünk, ilyen kockázati magatartások, ami, amit talán érdemes ezzel kapcsolatban mondani, hogy azok a típusú magatartások fordulnak elő legnagyobb arányban, amik erre a közösségi használatra utalnak, tehát hogy közösen csinálják meg az anyagot, közösen vásárolják, együtt, együtt anyagoznak, tehát hogy, hogy hogy áttöltenek a fecskendőből, tehát, abban, tehát hogyha, hogyha, megnézzük, hogy a gyakorlatban hogyan történik maga az anyag elkészítése és maga a szúrás, akkor ezek a típusú magatartások ehhez kapcsolódnak, és amit megjelöltem, nem amit érdemes itt, hogy, hogy, hogy a, a, víz, hogy a, hogy a tisztításhoz, vagy, a, vagy, az anyag feloldásához használt víz, az egy annyira szűkös erőforrás, hogy annak a megosztása az a második helyen, a második leggyakrabban előforduló dolog, amikor, tehát hogy mondjam, azért a víz az nem... nem, nem kéne, hogy ennyire szűkös erőforrás legyen, de hogyha romházakban, vagy parkokban, vagy bokorban, vagy ilyen helyeken csinálják akkor úgy tűnik, hogy ez is, ez is tud tud problémát jelenteni. Uh, és ehhez képest, most azt nem osztom el, mert nagyon sok lenne, de hogy, hogy a belgrádi heroin használóban például a filter, filter megosztása, az, az szerepel az, egy, az, első helyen, mert talán nem a második helyen, mert ugye a heroinnál ez egy sokkal fontosabb uh, dolog, mert ugye abban van, van valamennyi maradékanyag, ami el tudja venni a, a, az elvonást, tehát hogy uh, van, látszik a különbség a két uh, közösség között. Uh, amit igazából szeretnék így kiemelni a végén, uh, hogy amit azért elmondtam többször is, tehát hogy még a minimális lefedettség is javíthat a hozzáférésen, tehát azért az, 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 az ártalomcsökkentésben dolgozok, nem mindig egy dilemma, hogy vajon ha csak egy tűt tudok adni, akkor az még segítsége, és nevet, nevezhetem -e ezt ártalomcsökkentésnek, de hogy, hogy amúgy igen, tehát hogy ezek is számítanak. Uh, viszont nagyon súlyosak a következmények, tehát hogy, hogy a használt eszközök kidobására sincs lehetőség, tehát meg ez az egyszerű dolog, amit már mondtam, és, ami nagyon fontos, hogy tényleg elveszítik a kapcsolatot az rendszer felé, és ezért nem látszanak az adatfelvételekben, mert, egyszerűen nem tudjuk őket elérni. De hogy ők ne, nem, nem tűnnek el, csak hogy, csak hogy, így veszik el a kapcsolat, ahol tudnak, tudnánk tőlük információt szerezni. És a patikával kapcsolatban meg szerintem ez fontos, hogy azért ez egy, hogy ez a, hogy a nem megfelelő hozzáférés, az a nem megfelelő szolgáltatások felé terelt. Tehát a patikában nem tudnak velük foglalkozni, mert nincsenek erre kiképezve, nem, meg, meg nyilván ezek balhésak. Tehát én megértem azt a patikát, aki mondjuk kizárja őket, vagy nem akarja őket kiszolgálni, de ez nem is megfelelő hely nekik. Persze ezen is lehet dolgozni, és kiképezni őket, ki lehet találni a programot, de hogy jelenleg úgy tűnik, hogy inkább, a patikák felé tolta az intravénes szerhasználókat ez a, ez a rendszer. És, és, hogy, és, hogy, nagyon fontos lenne a szolgáltatások testes szabása, és azt szerint, hogy milyen jellemzői vannak a populációnak, mert hát látszott a, a Belgrád és Budapesti adatok között az eltérés, de ezt csak azért tettem el, mert jelenleg nem, nem, ez a fő dilemma, hogy, hogy testre lehet-e szabni megfelelően az ártalom csökkentő szolgáltatásra, hanem az a dilemma, hogy nincsen Úgyhogy ez, ez, egy másik kérdés, és hogy, és hogy mióta ez a vizsgált lezajlott, ő valószínűleg rosszabb helyzet, mert például az a mobil tűcsere program is erősen korlátozódott azóta, mióta megszűnt, mert ott gyakorlatilag minden ak akkor ott dolgozó szakember azóta már elment, tehát most kettő fővel működik ez a mobil programból, az egyik a, a sofőr, tehát hogy ez egy nagyon tehát hogy, hogy, hogy jelenleg még, még rosszabb a helyzet valószínűleg azóta. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, esetleg egy gyors kérdés. Csak épp itt a Borival néztük a, az adatokat nagyon gyors, és az érdekes volt, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk az én vizemet használják mások, vagy az, 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 az magasabb volt, mint amikor, tehát hogy az én adakozós, az, 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 az magasabb százalék, mint amikor én valakitől lenyúlnék, tehát hogy végülis nyilván minden szemnek kicsit maga felé hajlik a kezem, ez így kiegyenlítené egymást, vagy nem annyira jelent meg az, hogy milyen rengetegen osztják meg a, a tűt és használnak mással, miközben amikor az volt, hogy rendszeresen honnan szerzek be tűt, akkor a patika volt az első, és nem az, hogy mástól kapom, miközben ha azért elég sok vagy, hát nem, nem ilyen 50 százalék körül. Nincs időn kérdésre. Most van 45, és elvileg, ha egy picit a... Igen, 25 percet csúszunk, és akkor mégis az ebédszünetet egy picit rövidítünk, úgyhogy akkor fél, körülbelül fél, fél körül találkoznánk itt egy 3-4 óra ebédszünet, és kerekasztal folytatjuk. Jó, köszi, köszi.